it going, friends? My name is Bondi Pie. Hey there, guys. Nice to see you here. Hello, üdvözlök mindenkit, itt Alexa, O. András, azaz... Rég mondtam már az, hogy csúfdémon Bandi, mert mostanában szinte keveset csúfalkodok, vagy hogy mondjam. Na, közérdekű közlemény. Most mostam hajat, ezért néz ki ilyen csodálatosan a sérom, szóval légy szíves, viseljétek el, és próbáljátok meg elviselni. Tudjátok, nekem ez a fajta attitűd, amit most láttok, ez az én ilyen videós személyiségem, amikor ilyen kínos vagyok, meg ilyen szerencsétlen. Ez amint Nazdaninak ez a feje, tudjátok. Na mindegy, üdvözlök mindenkit, sziasztok, rég találkoztunk, és valószínűleg az éven ez az utolsó videó ezen a csatornán. Szóval a mai videó az egy kicsit fanabb, kicsit mókásabb videó lesz. Én nagyon gondolkoztam már azon, hogy hogyan implementáljam bele a csatornámba ezt a platformot is valahogy, és hát végre megtaláltam a nekem való kontentet rajta. Ez a platform nem más, srácok, mint a TikTok. Mi itt nem fogunk megfagyni télen, ők ott meg szülhetnek férfiként. Kinek mit intézett a kormánya? Végre itt vagyunk a TikTokon, emberek. Jézusom, ahol 5 videóm nekem is fel van töltve a TikTokra. Találtam rajta tök vicces dolgokat, azokat fogjuk a mai nap folyamán megnézni. Ez egy jó kis TikTok reaction, TikTok fun, TikTok goof, TikTok valamilyen videó lesz, aminek a témája nem más, hát elsősorban a gitár. Ezek a jó öreg ilyen kis gitár tutoriálok, mert amiket láttam, ember... Bro, nem csodálkozok, hogy a TikTokon vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Szóval nézzük meg ezeket, aztán szórakozzunk egy jót így a évnek a utolsó pár napján. Vágjunk bele a dolgokba az intro után. Minden egyes tartalom, amit készít. Az első, amit találtam, szerintem ez talán az egyik ilyen leghíresebb csatorna, ez a Gitarra Prosto. Hi, I'm from Russia. I teach you to play guitar and ukulele. Nézzük meg az első, azt a mindenit, nézzük meg az első videót. Szóval szerintem most már értitek, hogy mi ezzel a problémám. Itt vannak számok, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 2. Fasza, üres húrokat penget, és közben meg adja ki a hangokat. That's pretty cool. De ez a vicc, hogy még itt a második hangnál még hallatszik is, hogy slide-ol, bazd meg. Na jó, álljunk meg egy percre. Kicsit szkeptikus vagyok e kapcsán. Hát akkor lehet, hogy ezek a tutoriálok mégis működnek. De azt bírom egyébként, hogy ezeknek olyan szar hangjuk van ezek. Például ennek is tök szar hangja van. Mi ez? Azt sem értem ezeknél, hogy ezeknek mi értelmük van? Mint hogy itt konkrétan üres húrokat pengedsz. Azt hiszem, ez az egyik ilyen legismertebb ez. Aha. De most már legalább rájöttem egyébként, hogy mik ezek a számok, az a 61, 52, 43, 43. Hát az, hogy egyszerre pengeti a két ét például. Aha. Na várjál csak, ott kimaradt egy hang, azt nem pengetted, haver. Na, hol van az a hang? Hol van Gitarra Prosto, bazd meg? Na nézzük ezt. De ilyet miért csinál valaki, ha már van a gitárjai, actually gitározik, miért kell csinálni fake gitártutoriált, bazd meg? Miért? Nézzétek már ezt a faszt, kercik! Hogy örül neki? 6-3, 6-3, 6. Mi a faszom folyik itt? Miért csinál valaki ilyet? Ez a... Ilyen kibaszott izé. Na, ez most egy actually gitár videó, akkor nem értem azt a izét, azt a üres húrpengetős szarságot. Csak kár, hogy egyébként 6 hang hallatszik egyszerre, bazd meg. Ilyen jazz akkordokat fog, bazd meg. Na, most ukulelén is.
Még milyen szerencse, hogy ugyanaz a hangja. De itt sem pengeti ezt a hangot! Tü-tü-tü. Ja, ez a faded. Így kell játszani a faded-et. Várj, játszom vele együtt. Easy. Tü-tü-tü. Kipróbáljuk ezt is. Az én módszerem egy kicsit komplikáltabb, nézzétek. Hé, de ez sokkal bonyolultabb. Ez nem ér, ez sokkal bonyolultabb, mint az előző módszer, amikor csak üreseket kellett pengetni, ez. Nézzétek, hogy itt van sokkal egyszerűbben. Tessék. Hát, hogyha most olyan egyszerűen is el lehet játszani, akkor miért játszanám, mert olyan bonyolultam. Dobjuk fel a bulit, srácok! Egy kis cserikókkal. Igazából azt ugyanaz a három számot játssz el ugyanígy. Mert emberek nem azért követnek itt valakit szerintem, hogy folyamatosan az ő kontentjét nézzék. Á, ez a nagy szkem ebben a kurva TikTokban, hogy nem kell konzisztensen hasonló tartalmat csinálnod, hanem elég, hogyha csinálsz ilyen fake szarokat sokszor, mondjuk egy kicsit megújítva. És akkor kikerül úgyis for you-ba, mert nézzétek meg, ezeket megnézték 500 000-an. Valamit meg szerintem még többen is várja. Itt van 1,4 millióan a faded-et megnézték. Ja, bocsánat, ez nem a faded volt. Igen, ez gitár song. Igen, ezt ismerem. Na, ez actually hasznos volt. Ez actually hasznos volt ukulele playereknek. Itt van Kevin is, ne velünk. Kevin nem csak gitárvideókat csinál, de figyeljetek! Ó, oh, ne! Na, ő az ultimate izé TikTok scammer, mert ő még gitárot is nem tud, mint látjátok. Mert csak így rárakja a kezét itt. Ő így csinálja, nem úgy, ahogy kell, hogy ráüt, vagy valami ilyesmi, de figyeljetek, milyen jó. Meg lefele mész! Érted? Lefele megy a dallam, és te meg felfele mész. Olyan jó egyébként, hogy itt a TikTokon a hangszereknek nem feltétlenül kell a saját hangjukkal egyezniük, bazd meg, érted? Valakinek lett volna kétsége afelől, hogyha így megpengeted a húrt és előre húzod, akkor ilyen hangja lesz. Meg szeretném mutatni, hogy nem. Mi értelme van ennek? Kevin, te egy zseni vagy. Hát az igaz. De még ez sincs hang, nem be! Hát de még ez sincs hang, nem, mert bazd meg! És nem. Érted, de még ez se hang nem bejátsza? Pedig ott van egy, érted, így kell legyomni, viszont C-től kezdődik, nem ár! Elkezdek én is ilyeneket csinálni TikTokra, legit. Nagyon nyomja ezeket. Á, a faded itt is! Faded megjelent. Kevinnek van egy ilyen videója, és ez a legújabb videója. Á, amin ő van a thumbnailen, azok ilyen izé videók. Azok ilyen emocionális videók. Nézzük ezt. Ne lopja a pénzt! Micsoda? De várjál, ez egy ilyen content thief ez a gyerek. Ez valaki másnak a videója volt. Music comedy reaction. Ez valaki másnak a videója volt. Belevágta magát, hogy ezt csinálja. Mi csodás. És aztán meg feltölti a saját csatornájára. Figyeld. Tessék, ellopja. Ő meg észreveszi, oda szalad. Ne, ellopták, látod, nincs karom. Milyen jó ez az elszínészkedés. És tessék,
tessék, visszaloptam a pénzt. Semmi konfrontáció. Aha. És még a... Geci, de szürreális ez a videó. Azt a kurva, semmi... mi? Micsoda? Hogy egy TikTokon az még kart is tudok visszanöveszteni a TikTok sztárok? Meg ilyenektől vannak elájulva itt az emberek, zseniális módon. Ez legalább igazi dolog, de figyelj, top please! Ennyi. Ezek sima power chordok, érted? Olyan embereknek találták ki ezt a TikTokot, akik így semmit nem tudnak semmiről igazából. Tehát ez is itt tops, please, ehhez. Ez itt sima ilyen semmi, érted? Aki tud gitározni, ezt leveszi simán ezt, érted? Meg ott mutatja, és ott játszik, érted? Ez nem egy nehéz dolog, érted? Wow! Lehetek TikTok kelem! Új, itt van DJ Khaled is. Inspired songs that help unite the world, and we hope it gives you inspiration as well. És figyeld, belenéz a kamerába, figyeld. Kibaszott jó vagyok. De érted, egy csomó ideig csinálja ezt! Vannak csinos lányok is, akik itt nyomatják itt a dolgokat. Ámol. Azért TikTokon nem kell sok az embernek, hogy összehúgyozzák magukat. Jól nézett ki a csaj, nem? Ú, de geci cringe, ahogy végignéz bele a kamerába. Úristen! Geci, hát visszamegy a gyomromba a faszom! Oh-oh, ne-ne! Ezt a perspektívát, ez igen, na nézzük ezt. Mi ez? Rágót rak rá, bazd meg. Ne-ne. Mit csinálsz? Miért? Miért? Na, mondjuk ez raj. Na, ez raj. Wow, that's pretty cool. Wow, na, ez király volt. Ez tetszett. Hát ja, that's TikTok for everyone. Kövessetek be engem is TikTokon. Mostantól én is ilyen videókat fogok oda hoztolni. Ha nem találkoznánk soha többé, akkor hát azt kell mondjam nektek, hogy boldog karácsonyt, meg ilyenek. Nem is tudom, hogy itt mondjak a TikTokról. Hát láttam pár ilyen ironikus TikTokot, azok viccesek voltak, viccesek tudnak lenni, és van egy pár vicces gag, de szerintem egy ilyen 80%-ban, 90%-ban ilyen a platform, hogy ilyen hatalmas, hogy kamusztorik vannak rajta, mint például ez a kéz visszanevesztős cucc is, ezek a gitártutoriálok, ezek nagyjából mind ilyen nagy hazugságok. Ja, TikTok, nem tudom, adok neked egy 6/10 Mr. platform. Szerintem még vissza fogunk látogatni, mert fán volt. Ja, köszönöm szépen a figyelmet, emberek, hát ennyi fér bele mára, ennyit tudtam csinálni ez a nagy betegséggel, fáradtság, satöbbi, kibaszottuk, ki vagyok, emberek, szerencsére lezárjuk már ezt az évet, nem sokára, addig is, hogyha nem találkoznánk, de fogunk találkozni máskor is, meg máshol is, hogyha itt nem találkoznánk, akkor boldog karácsonyt kívánok, és kellemes új évet, remélem fantasztikus lesz mindenkinek mindene, ne felejtsétek el, védjétek a szerteket!